A kiskörösi NKSZSE ifjúsági csapata az U20-as bajnokság harmad osztályának F csoportjában szerepel az idei szezonban. A lányok az eddig lejátszott találkozók során egy győzelmet arattak és 4 vereséget szenvedtek. November 2-án a Békés Csabai Belvárosi DSK együttesét fogadták a sportcsarnokban. 12 csapatos bajnokságban, itt van 8 olyan csapat, akit meg lehet verni, ha jól játszunk. Most ettől a csapattól mi azért jobbak voltunk, de nem volt ez annyira gyenge csapat, csak szerintem a Barkóczi Nórival, a gyors játékunkkal, én úgy gondolom, hogy most volt kapus teljesítményünk is, tehát azért ez a csapat ez nagyon összetartó, kevesen vagyunk, de ezek a lányok a lelküket kitették a pályára. Az már a mérkőzés elején eldőlt, hogy a kiskörösi lányoké lesz a győzelemért járó 2 pont, hiszen a 15. percben már 8 góllal vezettek a hazaiak, amely a gyors középkezdéseknek, valamint a lerohanásoknak is köszönhető volt. Ezen a szinten a játékosokhoz szabjuk a taktikát, erre mi edzéseken készültünk egész héten. Ezt gyakoroltuk. A gyors középkezdést is, és abból is lőttünk egy 4-5 gólt, aminek nagyon örültem. Nyilván ezért lett a különbség ekkora. Ekkora különbség nincs a 2 csapat közt, de kijöttek ezek a gyors középkezdések, a lerohanások, a rendezetlen védelem elleni, amikor 3-2 ellen tudtunk támadni, vagy 2-1 ellen, ezek mind működtek. A 21-8-as gólarányú félidei eredmény után a második félidőben tovább növelte előnyét a kiskörösi együttes, mely során 2 új játékos is pályára lépett. 2 új kislányt felavattunk, Ban Noémi játszott bal szélen a második félidőben, a Tudás Maja pedig jobb szélen. Na most azért azt kell tudni, hogy ők nem 10 éve űzik ezt a sportot, mint néhány társuk, hanem a Ban Noémi még nincs 1 éve, hogy kézilabdázik, a Dudás Maja meg még nincs 2 hónapja, hogy kézilabdázik. Mondtam nekik, hogy ne számítsanak arra, hogy beteszem őket, de akkora volt fél időben az előny, kértem a lányokat, hogy abban segítsenek, hogy maradjon meg ez az előnyünk, és akkor a 2 kislány tud majd pályára lépni, és szerencsére sikerült. A találkozó végül 47-24-es gólarányú hazai győzelemmel zárult, így a lányok jelenleg 4 ponttal a tabella 9. helyén állnak a 12 csapatos bajnokságban. A kiskörösi NKSZSE U20-as csapatának és a Békés Csabai Belvárosi DSK együttesének teljes mérkőzését mai híradónkat követő sportközvetítésünkben tekinthetik meg.